kedves nézőink, dr. Szél Bernadettel, lehet mások politika, vagy röviden LMP társelnökével beszélgetünk. A témánk a diaszpóra. Mielőtt azonban ennek nekifognánk, egy picit pontosítsuk ezt a fogalmat. Hol élnek magyarok? Ugye a magyarok élnek Magyarország területén, a trianoni határ vonalon belül, amit ugye úgy nevezünk, hogy határon túli magyarok, illetve mindenhol máshol a világon, amit nevezünk diaszpórának. 1990 előtt a szocializmusban olyan nagyon sok mindent még a határon túli magyarokról sem tudtuk. Nemhogy a diaszpórában élő magyarokról. 1995 után a rendszerváltást követően ugye kormányok jöttek, kormányok mentek, és az elmúlt 25 évben a fókusz elsősorban a határon túli magyarokra helyeződött, nem minden kormánynál. Az elmúlt 5 évben az Orbán kormány ideje alatt egy picit felerősödött a diaszpórával való kapcsolattartás is. Létrejött az Európai Unió, és a határok nagy része lebomlott, a trianoni határok nagy része lebomlott. Ezáltal ugye a határon túli magyarok és az anyaország között sokkal egyszerűbbé vált a kapcsolat. Ezáltal nagyobb figyelem is helyeződött a határon túli magyarokra, ami nagyon-nagyon jó volt. Kialakul az elmúlt időszakban az Európai Unió hatására, hogy lehet szabadon menni dolgozni, sok fiatal ment ki Angliába, Németországba, és így új diaszpora központcentrumok alakultak ki. Úgy tudom, hogy London már Magyarország a második legnagyobb magyar város, és Berlin lassan a harmadik legnagyobb. Fölmerül a kérdés, hogy a diaszpora kapcsán, hogy hogyan látják önök, hogy a fókusz a határon túli magyarokról áthelyeződhet-e lassan a diaszpórára, hiszen a két közösség, a diaszpóra, illetve a határon túli magyarságnak a létszáma körülbelül megegyezik. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. A helyzet az az, hogy én úgy látom, hogy azért van egy nagy adóssága az önök irányába az elmúlt időszakból, és azt gondolom, hogy itt vannak még olyan programok, amiket tovább kell fejleszteni annak érdekében, hogy szorosabbra fűzzük a szálakat a diaszpóra magyarsága és az anyaországban élő magyarok között. Én azt látom, hogy ez egy kölcsönösen jó kapcsolat tud lenni, sokat tanulhatunk mi is önöktől, mi pedig segíteni tudnánk de olyan törekvésekben, amelyek arról szólnak, hogy a kint született gyermekek meg tudják ismerni és őrizni gyökereiket. Én azt látom, hogy magyar és magyar között nincsen különbség, tehát az, hogy valaki határokon belül él, vagy határokon kívül, az nem szabad, hogy elválasszon minket. Azt viszont szeretném az előbbi felvezetőhöz hozzátenni, hogy azért most már nem annyira örömteli az, hogy London úgymond a második legnagyobb magyar város, a Berlin pedig ez a harmadik legnagyobb magyar város lenni, mert hogy itt Magyarországról elindult egy gazdasági kivándorlás ezekben az országokban, ami alapvetően arról szól, hogy a magyar emberek nem tudnak megélni a bérükből. Az LMP indított is egy programot, ahol ezeket az embereket kérdezzük a tapasztalataikról. Pont ma jelentettem be ennek a programnak, a Retour programnak a harmadik szakaszát, ami kifejezetten az egészségügyi dolgozókhoz szól. Nem akarom túlzottan elpolitizálni ezt a beszélgetést, csak hogyha erről beszélünk, hogy ott vannak magyarok, azért meg kell említeni, hogy ők fájóan hiányoznak itthonról, mert hogy ők nem is önszántukból mentek ki, rengetegen úgymond, hanem gazdasági kényszerből, és ezzel kapcsolatban itt Magyarországon nekünk nagyon súlyos helyzetben vagyunk, és ahhoz, hogy ez ne rosszabbodjon, ahhoz teljesen új intézkedéseket kell megtennünk, leginkább béremelésre van szükség. Jelenleg idehaza az Unió 5. legrosszabb béreiért dolgozunk. Igen, ez egy eléggé súlyos problémát vet föl, de hát végül is úgy néz ki, hogy az Európai Unió nagyon sok pénzzel támogatja a magyar felzárkózást. Talán ennek eredményeképpen majd lesz rá lehetőség, hogy a bérek is kiegyenlítődnek. Térjük vissza azonban a diaszpórára. Tehát úgy néz ki, hogy például a Kanadában 315 ezer magyar él, ami egy elég nagy létszám. Hozzá szeretném tenni, hogy olyan nagyon nagy különbség a mostani elmenetel között, illetve az itt lévő magyarok között nincsen, mert a itteni statisztikák szerint az 56-ban eljötteknek, és csak egy töredéke volt, aki politikaiból jött el, a nagy része ugye azért, mert jobban szeretett volna élni, vagy nem szeretett volna egy olyan politikai közegben élni, amely akkor a szocializmust jellemezte. Tehát
ugye mi a nagy különbség, hogy ma ezek az emberek, akik elmennek, van magyar útlevelek, bármikor visszamehetnek, még akik eljöttek a szocializmus időszak alatt, azok disszidenssé váltak és nem mehettek vissza, vagy csak büntetésnek a hátuk mögött esetleg ezzel az érzéssel. Tehát ami érdekesség csak ezzel a két új jelenség kapcsán, hogy ugye itt van a régi diaszpóra, a nyugati diaszpóra, különösen az észak-amerikai, ami rendkívül nagy. És itt rengeteg tapasztalat halmozódott föl, esetleg az új diaszpórák kapcsán, amelyek ugye önkéntelenül kialakulnak, hiszen a lengyelek közül is nagyon sokan mennek nyugatra dolgozni. Tehát nem egyedi jelenségről van szó. Lehet, hogy talán nem is rossz, mert annak idején emlékszem, még nagyapám mesélte, hogy amikor ő asztalos volt, akkor őt az ő mestere elküldte Nyugat-Európába, és egy majdnem két éves vándorút után tért vissza, amikor mestervizsgát tehetett. Tehát volt ennek akkoriban nagy jelentősége a kapcsolatoknak. És itt szeretnék visszautalni a kapcsolatokra. Tehát az anyaország, illetve a diaszporában élő magyaroknak a kapcsolata az elmúlt 20 évre vonatkozom, úgy gondolom, hogy az volt a jellemző, hogy nem igazán volt Magyarországon érdeklődés. Az elmúlt 5 évben ez az érdeklődés megnőtt. Hogy néz ki ez a parlament vonatkozásában? Tehát a parlamentnek megvan-e az az infrastruktúrája, amely a diaszpóra kérdésekkel foglalkozik? Úgy látom, hogy nem az infrastruktúrában van a hiba, hanem annak a működésében. Tehát én azt látom, hogy itt az aktivitásnak kell erősebbnek lenni, annak érdekében, hogy ezek a kapcsolatok azok úgymond szorosabbá tudjanak válni. Ugye van például a Kőrösi Csoma Sándor programunk, ami egy jó program, csak kevés, tehát ugye ösztöndíjakról szól, ami egy teljesen jó dolog, csak ugye szükség lenne más jellegű eszközökre is. És hát ez az a pont, amikor azt kell mondanom, hogy közösen kell megtalálnunk azokat az eszközöket, amiket ott eredményesen tudunk hatékonyan használni. Nem minden Budapestről kell megmondani, hogy mi az, ami jó. Viszont az, hogy ki kezdeményezi, az szinte másodlagos. A lényeg az, hogy elkezdődjön ezeknek az eszközöknek a felkutatása. Illetve fontos azt látni, hogy vajon mely politikai erőkkel a kormánypártok támogatják-e, milyen törekvés van erre, hogy ezeket fejlesszük. Úgyhogy én azt tudom ehhez még hozzáfűzni, hogy azért ez egy olyan téma, amely pártokon felülállónak kellene, hogy legyen. Tehát az, hogy a magyarság összetartozik, ez egy nemzeti érdek, és szerintem ez egy olyan kérdés kellene, hogy legyen, amely úgymond minden politikai erő központnak a támogatását élvezi, és egyfajta konszenzusos témaként kellene, hogy jelen legyen. Azért az előbbihez hozzáteszem, hogyha a mostani kivándorló magyarokról beszélünk, azért azt látni kell, hogy itt legalábbis a Retour programból ezt látjuk, hogy nagyon sokan kiváló szaktudással rendelkeznek, és a probléma az, hogy azért a kiváló versenyképes, Nyugat-Európában is versenyképes szaktudásért itthon töredékét kapják a kinti béreknek, holott az árak ott ennél sokkal kevesebben magasak, hogy így fogalmazzak, tehát ott egyszerűbb a megélhetés sok szempontból. Ezért mondom azt, hogy itthon nekünk Magyarországon ez egy nagy helyzet, amit meg kell oldanunk, és ez egy komoly küzdelem az LMP számára, hogy a kormánypártokat szembesítse, mert ennek tragikus következményei lehetnek, hogyha ez így megy tovább. De visszatérve a diaszpóra ügyeire, meg arra, hogy szerintem ennek nemzeti konszenzus kell, hogy élvezzen, fontos lenne azt tudni, hogy a kormánynak milyen szándékai vannak, tehát mondjuk a Kőrösi Csoma Sándor programon túlmutatóan milyen intézkedéseket szeretne bemutatni. Ugye van a Nemzeti Összetartozás Bizottsága a parlamentben, amely a letéteményese például a diaszpórán közügyeinek is, úgyhogy ebben a bizottságban tudunk tárgyalni azokról a javaslatokról, amik arról szólnak, hogy a kapcsolatainkat hogyan tudjuk szorosabbra fűzni. Ebben minden párt képviselteti magát? Nem, azt hiszem egy kivételével csak kormánypártiak vannak, úgyhogy, hogy úgy mondjam, nem kiegyensúlyozott a tagsága ennek a bizottságnak, viszont ez nem akadálya annak, hogyha mondjuk szavazásra kerül egy törvényjavaslat, vagy egy országgyűlési határozati javaslat a parlamentben, akkor mindenki tudjon róla szavazni, és tehát ez nem akadálya annak, hogy ha egy jó javaslatról van szó, akkor akár az egész parlament mögé álljon. Igen, tehát a miniszterelnökségi hivatalon belül van egy nemzetpolitikai államtitkárság, illetve van egy nemzetstratégiai kutatóintézet. Ezektől önök milyen információkat kapnak, mint ellenzéki párt?
Nagyon sok kritika érte az utóbbi intézményt, és hát összességében azt kell látni, hogy a politikai agendának nincsenek túlzottan az előterében a diaszpóra ügyei jelenleg Magyarországon, hogy így fogalmazzak. És de erre mondom azt, hogy ez most már jó ideje így van, tehát igazából a politikai elitnek van egyfajta adóssága az önök irányába, és erre mondom azt, hogy bárki van is kormányon, azt gondolom, hogy a saját ügyének kell, hogy érezze, és bárki van ellenzékben, támogatni kell az értelmes javaslatoknak a megszületését. És azért is fontos például ez a beszélgetés önnel, meg a kanadai magyarokkal, mert én azt gondolom, hogy ezek inspirálóan kell, hogy hassanak az itthoni magyarokra, és minden problémánk és gondunk ellenére azt gondolom, hogy kell egy olyan törekvés, amelyben, tehát előtérbe kell engedni ezeket a kérdéseket, mert ezek tényleg olyan hosszú távú, tehát ezek azok az ügyek, amelyek, hogyha ha hosszabb távon háttérben maradnak, akkor a nemzet egészen szenved tőle. Tehát van itt mindenféle politikai csetepaté, megy a zajlik az élet, hogy úgy fogalmazzak, meg vannak a problémáink, vannak aktuális problémák, vannak, amik visszatérőek, de a nemzet ügyei azok azt gondolom, hogy mindig előtérbe kell, hogy kerüljenek, és nemzeti támogatást kell, hogy élvezzenek, és ez tipikusan egy olyan kérdés, amiről beszélgetünk, akár a határon túli magyarok, ugye, akár a diaszpórákban élő magyarok, ugye, vagy bármiféle magyar embernek az ügye, amely jó, hogyha nem az aktuális törésvonalak mentén tematizálódik, és nem a mindenféle csetepaté részeként kerül megtárgyalásra, hanem képes mindenki egy kicsit elvonatkoztatni attól, hogy éppen hol ül, vagy honnan jön, és nem, tehát az ügyegészét nézni, és Magyarország meg a magyar embereknek a jövőjét nézni. Igen, én ezt teljes egészében megértem, hogy Magyarországon a diaszpora kérdés nincs a politikának a fókuszába, hiszen rengeteg olyan probléma van, amit meg kell oldani. 25 évig nem volt elég minden probléma megoldására. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az a diaszporában élő magyarok, és azt hiszem, hogy ez az új diaszporáknak a létrehozása során is látható, megpróbálják a saját infrastruktúrájukat létrehozni helyben. Tehát például itt, most azt mondom, hogy itt is vannak kultúrházak, rádiók, tévék, újságok, színjátszókörök, nyári táborok, néptáncok, együttesek, cserkészet, könyvtárak, tehát egy csomó kulturális infrastruktúra épült ki ezekben az országokban, ahol ugye nagyobb létszámú magyarság él. És azon kívül az itteni magyarok nem ültek a babéraikon, hanem mindig igyekeztek támogatni az anyaországot, illetve a Kárpát-medencei magyarokat, gondolok itt árvizek esetén, Székely, vagy esetleg az erdélyi függetlensége politikának a vagy az 56-osokra, hogyha gondolunk, tehát anyagilag is hozzájárult a diaszpora ezeknek a támogatásához. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a kultúra ugye az ott van Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében. Tehát ez az, amit hiányzik. Kérdés az, hogy van arra lehetőség ön szerint, hogy akár a parlamenti szinten, vagy akár a kormány egy kicsit hatékonyabb hozzájárulásával, ide érkezzen az a fajta kultúra, amire szükségünk van, illetve oktatás területén, könyvekre, tanárokra. Hogy látja ezt a kérdést? Szerintem ez abszolút egy olyan kérdés, aminek meg kell történnie. Tehát tájékozódtam, és látom, hogy a kinti szülők mekkora áldozatot vállalnak azért, hogy a gyermekeiknek továbbadják azokat az információkat, ami ahhoz kell, hogy a gyökereiket ismerjék és megtartsák, a kultúránkat megismerjék. Én azt gondolom, hogy a kinti családok minden támogatást megérdemelnek ehhez, és én nagyon, tehát tényleg a kultúra az egy olyan kapocs, ami nagyon mélyen tud minket összekötni, és igazából arra is alkalmas, hogy jó érzésekkel tudjuk egymásnak az életét megismerni, mert nyilván, hogyha lehetőség van arra, hogy közösen élvezzünk egy olyan bármi kulturális teljesítményt, amit a magyarok tettek le az asztalra, az a mi önbecsülésünket is erősíti, legyünk magyarok bár országhatárokon belül, akár országhatárokon kívül. Tehát szerintem ön itt rátapintott a lényegre, tehát ez egy olyan eszköz, amit használnunk is kell annak érdekében, hogy ezek a kötelékek erősödni tudjanak, és én tényleg nagyon remélem az, hogy egy ilyen javaslat vagy a kormánypártok oldaláról születik meg, és kezd el manifesztálódni, vagy ha nem, akkor más kezdeményezi, akkor is mellé tud állni az összes többi erőközpont, és támogatni tudja. Ugye itt nyilván van egy erős sajátos helyzet Magyarországon, mert az elmúlt évek alapvetően arról szóltak, hogy a kormánypártok nem igazán hallgatták meg, vagy hallották meg az ellenzéknek az elgondolásait.
de talán ez egy olyan terület, amelyben túl tudnak lépni a saját árnyékukon, és azt mondják, hogy ha akár az ellenzék oldaláról jön egy kezdeményezés, mégiscsak megfontolják, hiszen a magyarságról szól, a közös jövőnkről szól. Nagyon örülök, hogy amit mond. Ugyanakkor én beszéltem az összes, majdnem az összes párttal, aki a parlamentben van, kormánypárttal, illetve ellenzéki pártokkal, és mindegyiknek egyhangú volt az ezzel kapcsolatos véleménye. És akkor ezek után ugye teljesen nyilvánvalóan adódik a kérdés, hogy elképzelhetőnek tartja-e, hogy egy hosszú távú, konszenzusra alapuló diaszpóra politika alakuljon ki Magyarországon és jöjjön létre? Tudná az önök pártja ezt akkor támogatni? Mindenképpen. Tehát vannak olyan témák, amiket szerintem hosszú távon lehet a leggyümölcsözőbben előrevinni. Ugye például ugye a családpolitikában is, ugye, ha az ember gyermeket vállal, akkor hosszú távra kell, hogy tervezzen a dolog természetéből adódóan. Nagyon fontos, hogy azok az ügyek, vagy azok a témák, amik pártok felett állnak, és amik tényleg a nemzet jövőjéről szólnak, azok konszenzusosak tudjanak lenni. Épp ezért lenne fontos egy másfajta kultúra is egyébként a kormánypártok oldaláról, mert az elmúlt évek nagyon sok feszültséget hoztak létre, pontosan azért, mert ennyire elutasító a kormányzat az ellenzéki véleményekkel szemben. De az ember ugye mindig abban gondolkodik, hogy ellenzéki képviselőként is, hogy teszi a dolgát, és akárhányszor csak egy ügyet kell képviselni, mindig leteszi a javaslatot, és mindig kéri a kormánypártoknak a támogatását. Én azt gondolom, hogy most is így kell hozzáállni, függetlenül attól, hogy az elmúlt években milyen rossz tapasztalataink voltak. Ha van egy fontos ügy, és már pedig a diaszpóra ügye az egy fontos ügy, akkor kérni kell a kormánypártok támogatását, és nekünk is meg kell adnunk azt a támogatást, ami kell az ügy előreviteléhez. Tehát én szerintem, ha valamiben kell nemzeti konszenzus, vagy van esély, hogy nemzeti konszenzus legyen az erőközpontok részéről, akkor ez például a diaszpóra ügye kell, hogy legyen. Nagyon örülök ennek a válasznak, és Tuzson Bencével, amikor készítettem az interjút, akkor ő is azt mondta, hogy végül is ők nyitottak a párbeszédre. Akkor most már csak azt nem értem, hogy ott ülnek a parlamentbe, akkor mi tartja vissza a képviselőket arról, hogy akkor összeüljenek és létrehozzák ezt. Igazából visszatartó erőt én nem látok. Mi már ugye korábban is foglalkoztunk a pártban a diaszpora politikával, tehát bennünk már korábban is megvolt az a törekvés, hogy mi magunk letegyük azt a fajta stratégiát, amit az asztalra, amit mi magunk követni tudnánk. Én nem látom akadályát annak, hogy akár a kormánypártokkal egyeztetve, vagy az összes többi párttal egyeztetve egy olyan javaslat megszülessen, amely arról szól, hogy hogyan tudjuk ezeket a kapcsolatokat élőbbé tenni, vagy hatékonyabbá, úgy szeretnék fogalmazni, ami semmiképpen sem félreérthető. Tehát itt arról van szó, hogy a diaszpóra és a határon belüli magyarságnak a kapcsolata az fejlődjön. Tehát mindenképpen erről van szó. Az, hogy ezt milyen tartalommal töltjük meg, az nyilván attól is függ, hogy a diaszpórában élő magyaroknak mi a legjobb. Tehát én azt gondolom, hogy kell egyfajta őszinte párbeszéd, akár a diaszpórában élő magyarság és a hazai magyarság részéről arról, hogy mik a jó eszközök, és utána letenni a stratégiát, és hát ugye erre megvannak az intézmények is, úgyhogy azért azt érdemes lenne megtudni, hogy vajon akik ezekben az intézményekben helyet foglalnak, ők a korábbi években miért úgymond csak eddig jutottak, hogy így fogalmazzak, nem elfeledve azt, hogy azért ez ameddig eljutottak, azért ez lépéssel több, mint ami előtte volt. Így van, nagyon szépen köszönöm, és akkor remélem, hogy önök közötti párbeszéd is megindul, és tényleg lehet más a politika. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget, viszontlátásra.